212. a Kiskörúton. Let's go! Most egy forgatásra tartok. Béreltünk két videós állványt. Nem könnyűek, szóval ez a kargó bicikli az egyik legjobb dolog ever. Felültem a biciklire, azonnal letört a nyerekcső feje, az alsó rész, ami tartja a nyerget, lapaj kisegít, de még a töröttel megyek, szóval. Na, majd megmutatom. Életem időfutamát kellett jönnöm ide, majdnem a Csontikárig itt a 11-es úton. Ki kellett hoznom egy forgalmit, és ugye péntek délután 4-kor, ami papíron 4-ig van nyitva, az általában 2-ig van nyitva. De ez az autós szervíz, ez volt olyan rendes, hogy itt volt még 4-kor is, úgyhogy nem késtem el. Day and night. Hot and you're cold. Katy Perry for the win. Végre nyár van. Nem mintha eddig ez akadályozott volna meg, hogy biciklizzek. Gondoltam, felmegyek dobókőre. Érdekes lesz ennyi biciklizéssel. Fúj a szél is rendesen. Úgy néz ki, hogy odafelé lesz szembeszél. Próbálom nem túltolni, ez az új nyerekcső is fura most. A lábam szőrös, de legalább az okni szép. Kirajzottak az emberek, én meg szerintem magasan ülök. Meg kell állnom. Damn bro! Milyen jó idő van! Azt a mindenit! 27 fok, napsütés, szél. És nem nyomom túl. És ez rohadt jó érzés egyelőre, szóval 125-130-as pulzus. Epic! Lehet, hogy ki fogom bírni dobókő aljáig, anélkül, hogy megrogynék. Ez teljesen jó. Nem is álltam meg, nem is biztos, hogy magasan ülök. Ki tudja, majd kiderül. Ha megfájdul, lehet, hogy eddig ültem alacsonyan, nem tudom. Let's go! Itt az Osannál, ha nem tudom, évente egyszer nem kapok pirosat. Ez csak márciusban járt le. Olyan szép zöld minden. Very epic. Pankos teteje. 154-es pulzus. Nagy tányér, mert nem rakom vissza, mert hát alig vált föl nagy tányérra. Úgyhogy lehet dobókőt is 52-nkkel teljesítem. Most találkoztam a Google Maps-es autóval. Itt a 15-ös kilométerkő előtt ez egy ilyen jegyzet, hogy ne felejtsem el. Az Apple Maps ott meg a Szabadsághídon híd előtt vagyok rajta elvileg. És most bam! Szombat délután 3, és azért jöttek páran szembe, de sokkal több biciklisre számítottam. Meg velem egy irányba sem ment senki, csak két ember egyelőre.
És hol vannak az emberek? Ezzel vajon fel lehet menni rendesen dobogókőre? Csak beváltottam a kis tányért. Where is the love? Gyógyik a szer. Mert első az egészség az egyénnek. Pont. Gyógyik a szer. www.gyógyikaszer.hu a társadalomnak. Magyar teremtőszer. Kakashegy, 420 méter szint. Blaze it, 160-as pulzus. Tartjuk, lecentizett a smart. Monke time. Monke! Na, a kanyarfotó! Csak lefényképezett! .23-as átlag, 265 körüli NP. Mit kell még elmondani? 139-es átlagpulzus. Fájó hát, amúgy igen, szóval az emelkedőig kb. Semmi gondom nem volt. Persze már megint nem kórozok egy 2-3 hónapja, úgyhogy ezt megint el kell kezdeni. Nem akarom túlerőltetni. Aztán majd meglátjuk. Kék kút, here I come. Monke. De ezt inkább a kilátónál veszem meg. Ott szebb. Biztos nincsenek sokan. Ikonikus helyszín. Ma se kórozok már. De szép! Ha jól értette, azt szorította, hogy jó érzések! Let's go! Wow! Itt vagyok Pilisvörösváron, és 2 óránál tartok, 29-es átlag. És basszus, beütött ez a biciklizés, vagyis inkább a nem biciklizés. Úgyhogy, yes! Ez a Best Before tavaly december High Five Energy Gale, az utolsó reményem, az utolsó, nem tudom, 20 kilire. Vagy 25, nem tudom mennyi innen. Ja, úgyhogy nem sietek. Próbálom túlélni. Elfáradtam. Rip. Bro, ezt nem hiszem el. Itt állok, benyomtam a gélt, és itt állás közben... Mi történik? Miért kapok 2 ride-onként defettet? Zsír. Ezen is el van csúszva a felniszalag, úgyhogy very epic, de már rendeltem. De legalább nem a külső rossz. Most már csak abban kell bíznom, hogy hazaérek. Anélkül, hogy újabb defektet kapnék. Rip! Most azt se tudom, hogy most keményre érdemes fújni ilyenkor, vagy laposan hagyni. De inkább laposan hagytam. Úristen, milyen kedilek ment itt. Very nice. Nem azt mondom, hogy elütöttek, hanem befékeztek előttem, és én elütöttem az autót.
de szerencsére ilyen hárommal, szóval mentem volna el, ugye mellette, nem is tudom mit csinált, befékezett, és így neki mentem, és beestem ide, bevertem a térdemet, aztán ő ment is tovább, szóval nem is, valami nagy SUV volt, remélem behorpasztottam a hátulját. A következő autó megkérdezte, hogy jól vagyok-e, mondom. Jól vagyok, aztán így tovább ment mindenki. Szerencsére nincs nagy baj. Figyelni kell. De azért idegesítő nagyon. Hey PJ Gang! A tegnapi dobogókő bukás, defekt után ma egy P klasszik van a terítéken, úgy néz ki. Szokásos Gellérthegy, Farkasrét, Melinda út, Erzsébet kilátó, Kapi, hármas határ egy, aztán haza. Kíváncsi vagyok. She said, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mama. I'm sorry. Wow. Keeping the pace tight. Nem biztos, hogy jó ötlet kint hagyni nagy tányéron. De most úgy érzem, hogy ez kell, hogy felébredjek egy kicsit. Gellért egy done. Egész jó érzések, de még sok van. Sok. Amúgy teljesen jól vagyok. Nem fáj a térdem, karom se, úgyhogy megúsztam. Bro, az a Melinda út csak egy fokkal jobb, mint a magas út. Úristen, hogy meg fogod rogyni! Let's go! Bro, ezt a utat most már ne csinálják meg soha! Itt a Jánoshegy hátsó részén a síkot. Szóval léci, ne csináljátok meg, hát ha ez egy World Heritage Site lesz, már most is kiérdemelni. Ez a Kapi nem lett könnyebb. Szerintem most egész jó ide a szél, a hármasra, de lehet, hogy csak azért érzem kicsit könnyebbnek, mert múltkor a kargóval jöttem föl. Jött szembe egy Montis. Hajrá! Mikor lesz új videó? Nem bírom. Mondtam a héten. De vasárnap, úgyhogy utána ordítottam a jövő héten. Bro. Hú. És most jutott eszembe, hogy a PJ Classicnak nincs ám itt vége. Na, rip telefon. Hú. Szóval hazafelé nem ám itt a rakpart. Hazafelé Rózsadomb. Majd Gellérthegy. És holnap Ultimate Trip. Holnap csak kórozok, de komolyan. Ha nem csak kóroznék, akkor nem is tudom, mit csináljak. Mit csináljatok velem. Na, lényeg, hogy 3-as határ egy teteje, 33 km, 24-1-es átlag, NP321, average heart rate 147, 1310 kJ eddig.
1965 szint. Hú, na jó. Benyomom a harmadik banánomat. Eddig még csak reggeliztem úgy 11 körül, mert ugye hajnalban csináltam meg a Parti Andrisos videót. És meg ez a harmadik banánom, és akkor ennyi. Monkey time. Monkey! Úristen, milyen szép kiúbb dobó jön ott. Az a jó a banánhéjban, hogy ezt el lehet dobni. Legálisan. Legalábbis úgy tudom. Amúgy tök jó ez a meleg. Még nem ez a... Nem ez a full forróság, de tök jó. Örülök, hogy most biciklizek, és nem a full forróságba kezdek el. Már csak nem kéne abba hagyni ezt a jó szokásomat, hogy biciklizek. Próbálom egy kicsit átállítani a mindsetet, amit a szülinapos Gellérthegyes kicsit depressziós videóban előadtam. Most így egész jól érzem magam. Amúgy az se baj szerintem, hogyha vannak ilyen negatívabb időszakok, azt is meg kell élni, át kell élni. Csak fel is kell ismerni és próbálni változtatni rajta szerintem. Na, let's go! Bro! Hú! Most már ide hazamennem, de nice edzés. Bárcsak minden edzés így menne. És biciklire ülök, Török Bálint oda-vissza, de most dolgom van, szóval azért, de egy edzésnek is jó. Megcsinálták itt a reptér mellett az utat, de jön! Pedig én hiányolom azt, hogy végig azt lesed, hogy felütötted-e a gumit, vagy nem. Légy szíves, ez fölösleges. Ez nem kellett ide. Na, hát a mai etap csak egy pár Gellérthegyi kör a régi szép idők emlékére. Nem lesz olyan gyors, gondolom, de legalább csinálom. De amúgy ringáztam elég sokat már most. Elég sokat, egy 40 percet már ma, és még fogok minimum egy órát ezen kívül, szóval szerintem egy 2,5 óra azért meg lesz ma, mert reggel is dolgoztam, meg este is fogok, aztán még az alzába is ki kell mennem. I just can't get you out of my head. Lábaim, nem mondom, hogy 100%-osan pihentek, De nem is olyan rossz. Jó is ezt érezni most. Végre. Első kör kész. Hát nem mondom, hogy úgy ment, mint 10 éve. De hát ez ilyen. Két erősebb. Egy lazább kör. Mondjuk itt legkeményebb áttételen nem lehet olyan nagyon lazán feljönni. Szépen felbillegünk, kiállva.
aztán itt beforgatjuk. Nyílen jobbra, kiállás, nél. Helyett most sem ez lesz. Most csak felforgatok. Ez az fékezze barátom. Igaz, már rég elment a szembejövő, de fékezz rá. Úgy látom, hogy összesen 7 kör lesz, meg esetleg a citadella. Na hát végül úgy mentem, hogy 2 kör erős, 1 kör lazább, 3 kör erős, és most ez utolsó lazább, de hát mondom, ez a kemény áttétel, ezt nem lehet. Szóval jobban esik gyorsan feljönni. 50 perces edzés, de az tömény. És most hazaérek, zuhany, öltözés, aztán Moszkva tér, aztán Alza, aztán haza. Ezt a Monparkhoz felvezető utat, ezt mi dombot, ezt minden irányból utálom. De még mindig könnyebb, mint a Friszkóval. Ja persze, nem vagyok időben, szóval még sietni is kell. Hihetetlen, de igaz. Ide értem 13 perc alatt. Nettó 13 perc az EU ponthoz. Úgy látom, még nem is vagyok késésben. Epikül lezárt bicikli, ahogy kell. Na, hát nem hittem volna, hogy ennek nem lesz vége 7:30. 8:10 lett vége, úgyhogy Alzába nem megyek. Hát ez a program, amúgy vannak itt jó programok, nem mondom, hogy ez volt eddig a legjobb, amin voltam. Most már vagy negyedjére voltam itt. Itt a klímaváltozásról, meg ugye kinek a felelőssége, stb. Beszéltek. Itt volt a Puskás Peti is, meg a Madártani Intézet igazgatója. Amúgy így érdekes volt. Aztán a végén jött egy táncos performance. Na hát ez váratlanul ért. Fülsüketítő zajok. Na, ez egyszerűen nagyon durva volt. Szóval... Nincsenek szavak, maradjunk annyiban. És hát igen, arról szóltam úgy, hogy így a... Bár ezt ők cáfolják, vagy nem vallják be, vagy nem így akarják látni, de igazából az épített környezet, meg a természet kontrasztjáról, illetve az emberek ehhez viszonyulásáról szólt, csak hát nagyon érdekes és fülbántó módon. Kellemes 4 óra alvás után, lakásfotózgatás nyugiban, 11 óra, még el se kezdtem, de lassan elkezdem. Kicsit fúj a szél, lábaim kicsit fáradtak, de ma pihenek, max egy kor. De még mielőtt hozzáfognék itt a lakásfotózáshoz, be kell fejeznem a tegnap esti utómunkát, mert hát el is kell kezdenem, mert még nem is kezdtem el. Úgyhogy ezért van ez a laptop, amit tudok magammal cipelni. Very nice. Úgyhogy le is ültem itt. Áram nincs a lakásban, úgyhogy ez meg nincs feltöltve. Szóval lassan ki kell mennem a folyosóra, mert ott legalább van áram.
töltődnek föl a képek, úgyhogy a mai munkát el is kéne kezdeni, így lassan 2 órakor, de hát megéheztem, úgyhogy Lidl-ös high protein joghurt, egy kis csoki, csevap csicsi, édes krumpli, cukkini, padlizsán. Jó étvágyat! Elég komoly kis terasz, konkrétan el lehet tévedni csak a teraszon, itt a 9. emeleten. Kilátás a városra, és ez még mindig az első lakás, és sietnem kéne. Úgyhogy bye! Hét óra, végeztem is. Az utolsó 2 lakásban azért nem volt túl sok fény szerintem. De majd felhúzzuk az expót, aztán nem lesz azzal baj. Bro, na ma nem kórozok. I would walk 500 miles and I would walk 500 more. Windows XP háttér valakinek. Vélemény? Nincs. Many men. Many, 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 many men. Egész délelőtt dolgoztam, most meg végre kijutottam az alzába. Very nice töltőfejek, serpenyők. Sosem voltam egy konzol player. De most majd kiderül, miért nem. Most beginner és kb. Magától játssz a játékot. Számtalanszor elmondtam, és most is elmondom. Shimano zsákok for the win. Első alkalom, hogy ezt a Mesterbike Köves Lali Jakab Rokob meszt viselem. Csak hát amikor vettem, akkor 74-75 kg voltam. Most 81-82. Hát nem úgy áll, na. De nem volt más tiszta. Very nice mez. Nice. 4:45. Még le kéne adnom a képeket, sőt a ülésről már le kellett volna 4-ig. De érted, ma is mentem 35 kilit. Ebből egy jelentős része nyíl volt, hosszú történet, szóval ma nem fogok biciklizni, ennyi. Ha nagyon sok erőt érzek, akkor nyomok egy kord, de 10%-ot adok ennek. Péntek 9 óra 30, magyarul 9:30. Nem vagyok az energiapont magaslatán, de hát ha megjön a power.
fotózástól, of course. Na nézzük, hanyadik vagyok itt most, 9:30-kor a Kiskörúton. 357. Nice. Üdvözlet Bécsből, epic zoo kalandok, és most megmutatom, hogy kell feltűnés nélkül jégkrémet kobozni. Barátnőnket, vagy bárki más igazából. Feleség. Átölej, ja tényleg, feleség. Átöleljük, majd észrevétlenül. És mi nem is ez történt? Pünkös hétfő, 6 óra 46 perc, és elvileg kékes egy nagyobb csoporttal, hát ha nem menne, akkor hazavonatozom. Ennyi. Szép üresek az utak. Kármin azonnal felajánlotta, hogy ma pihenjen inkább. Hogy álljak át a te botjaidra. Szép napot! 23 kili, 131-es átlagpulzus, Jurcsi szorgosan vezet, neki valószínű 110 a pulzusa. Azt mutatja, hogy igen. Na hát, elpattant két küllő hátul, akkor a 8-as van a kerékben, hogy alig fér el a vádban. De hát Gyöngyösről van vonat, úgyhogy teljesen jó. Menjen föl Borcéval, sok jövőt fogunk tudni. Megállunk a fönti kávézóban. Addig kávé minden, mindenkit megvárunk. De nem várunk sokat, mert sietünk, nekünk olyan 1,5-2 tudunk. Jó, sokan lettünk itt 60 utántól, a kékes már premier plánban. Kezdődik. Mátrafüred, már mindenki taktikázik. Vége másfél percre. Ez jó szarul esett, nyilatkozzatok ti is, hogy esett. Szarul. Borzalmas volt, rettenetes. És nagy volt a páratartalom. Igen. Ha visszajövünk júniusban, és még jobb lesz. Augusztus 38 fok. Csak feljöttem ide. Tessék. Itt a kő, ott a torony. Megtapigatom a követ. Tapigatom. Hallgassátok. Na, hát szóval jött itt a Tour d'Hongrie, a 2021-es, és akkor kérdezte a Fodor Ati, hogy hát az milyen szar lehetett itt 30-al jönni. Hát mondom, higgy el, hogy az jobban esett. Szóval az sokkal jobban esett, mint ez. Hát ez edzés nélkül azonnal nyél. Bam! Algida, BMC, Algida, megrogyás. Jó van, jó, hogy szóltál, mert akkor nem eszek. 5:50, parancsol. Köszönöm.
Oké, itt meg kell állítanom egy kicsit. Most vettem csak észre, ahogy így teljesen szinkronban bújnak elő a két oldalon, a két függöny mögül, és ezt úgy gondoltam, kiemelem és visszajátszom nektek. További jó szórakozást! Még van egy 70, elkezdtünk úgy menni, mintha verseny lenne. Egyes sor, nyíl. Beálltam a lehető legnagyobb ember mögé, és kummantok. 168 kili. Júrcsi sem mozog jól. Meghallotta. Már csak 25 kili. Természetesen nyél. Szembeszél. Beszakad a derekam. Fennakadt a pulzusom. Még megyünk három ringet. Még egy 11 kili vagy 10. Beszakad a derekam. Nem megyek gyorsan. Romlik az átlag. Ez van. Hi, baby, do you wanna be mine? To the seaside. Ezek a pirosok, meg megállások, meg újraelindulások a legrosszabbak. Egyébként kékesről, azt mondta Jurcsi, én nem néztem. Kékesről 1.55 alatt jöttünk 78 kilit. Mária Besnyőnél a False Flat-en azt hittem kiszakadok. Aztán a dombon ki is szakadtam ott a Gödöllőre beérve. Rip. Na, mindjárt otthon vagyok, 6 óra 10 perc lesz. Kb. 207 körüli kilométer. 33 feles átlag, 1820 méter szint, 271-es NP, 143-as átlagpulzus, a kékes után fennakadt, 5000 kilojoule, hát kb. Ennyi. Overall jó érzések, mert végig tudtam menni még ezzel a nem edzéssel, meg két kitört küllővel is. Az utolsó 40 az szarul esett. De hát ez ilyen. Ma sem kórozok már. I said it. Bye!